A szociális védelmi szolgáltatások, az anyagi ellátáshoz kapcsolódó jogok és az erőszak felismerése. Ezekről a témákról beszéltek az Óbecsei Szociális Központ illetékesei a Péterrévei helyi közösség termében tartott interaktív előadáson. A résztvevőknek lehetőségük volt aktívan részt venni a beszélgetésben, és így kinyilvánítani véleményüket az intézmény munkájáról, valamint konkrét javaslatokat és kérdéseket feltenni a szociális védelmi jogok gyakorlása kapcsán. Ez egy egyedülálló lehetőség volt, és remélem, hogy ez csak a kezdete annak, hogy kilépjünk a szociális központ kereteiből, és közelebb kerüljünk azokhoz a nőkhöz, akik a falvakban laknak. A mi kutatásaink azt mutatják, hogy a szociális központ által nyújtott szolgáltatások nem elérhetőek mindenki számára egyenlően, főként azok számára, akik a falvakban laknak. Reméljük, hogy ez a projekt számukra is több lehetőséget ad, és számunkra is, és hogy több ilyen beszélgetésre, találkozásra kerül sor, hogy meghallgassuk a falvakban élő polgárok szükségleteit. Külön hangsúlyt kapott a nők elleni erőszak kérdése. Tavaly 175 olyan személyt jegyeztek fel, aki erőszak áldozata volt. Azok a nők, akik kiléptek az erőszakos közegből, a szociális központtól pszichológiai és anyagi támogatást is kaptak, mivel ezeknek a személyeknek a többsége anyagilag az erőszakot elkövető partnerétől függött. Úgy véljük, hogy a falvakban élő nők is szembesülnek ezzel a problémával, de nem tudnak minden alkalommal részt venni azokon az előadásokon, amelyeket Óbecsén szervezünk, ezért most a nők támogatására és bátorítására fektettük a hangsúlyt, hogy egy meghitt beszélgetés során foglalkozzunk az itt lévő nők gondjaival és szükségleteivel. Beszéltünk arról, hogyan tudják felismerni az erőszakot, hogy hová tudnak fordulni olyan esetben, amikor erőszak történik otthon vagy más személyekkel. Éppen az, ami a legfontosabb a mi előadásainkon, hogy az emberek megértsék, hogy az erőszak nem csak egyéni probléma, hanem mindannyiunk feladata, hogy közösen építsünk egy társadalmilag felelős társadalmat. Az Óbecsei Szociális Központ bemutatta a polgárok számára nyújtott szociális védelmi szolgáltatásokat is, mint a házassági és családi tanácsadást, a fogyatékossággal élő gyermekek és fiatalok nappali gondozását, valamint a személyes kísérő szolgáltatást, amelyet az inkluzív oktatási rendszer támogat. Óbecse község területén 21 személyes kísérő van, ezek közül ki kell emelnem egyet, mivel az egyik gyermek, aki igénybe vette ezt a szolgáltatást, hamarosan már kikerül ebből a programból, mivel a szolgáltatás elérte a célját, és ő már képes arra, hogy önállóan ellássa magát. Már el tud menni egyedül az iskolába, tud kapcsolatot létesíteni az emberekkel. A többi 20 személyes kísérő továbbra is folytatja munkáját, és gondozzák azokat a gyermekeket, akiknek szükségük van rá. A gyermekek száma évről évre növekszik, így jövőre még több gyermeknek lesz szüksége erre a szolgáltatásra. A műhely munkát a kulcsfontosságú lépések a nemek közötti egyenlőség felé elnevezésű projekt keretében szervezték meg, amelyet az Óbecsei Önkormányzat a Szerb Köztársaság kormányának nemi egyenjogúsági koordinációs testületével, valamint az ENSZ Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottságával együttműködve valósít meg, Európai Uniós támogatás által.